Kedves nővérek, tisztelt polgármester urak is, mindenki, aki jelen van most ezen a sajtótájékoztatón, de hát azt hiszem sokkal több, mint sajtótájékoztató. Nagyon köszönöm kormány megbízott úrnak, Kalambos Dénesnek, hogy megszervezte ezt a mai napot. Nem minthogyha nem jártam volna már sok-sok intézménybe, és nem találkoztam volna sok-sok, akár alapellátásban, akár szakellátásban, különböző ellátottakkal, különböző területen dolgozókkal, de mindenképpen ez a mai nap is, akár Dunai városban is, és hozzáteszem, hála Istennek itt Adonyban is, meghatározó volt, és erről néhány gondolatot adjunk a kerületnek. Először is, miután a polgármesteri hivatalban kezdtünk, és ott mellette van ugye a kormány megbízott úrnak is a munkatere és lehetősége, ezért külön köszönöm és örülök neki, hogy a kormányablakok akadálymentesítési pályázatán, amit közösen indítottunk el az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a közigazgatásért felelős miniszter úrral, így ez az akadálymentesítés, ha jól tudom, néhány hónapon belül meg lesz, és akkor így Dunaújvárosban is mindazok a fogyatékossággal élők, de hozzáteszem egyébként, nem csak ők, hanem akár egy kismama is, a babakocsival, és hozzáteszem egy idős ember is, aki járásában, mozgásában már korlátozott, ők nekik is könnyebb lesz az ügyintézés. Tehát ez az első szelet szerintem, ami nagyon fontos, és köszönöm szépen, hogy elindultak a pályázaton, és hogy meg is valósítják. És ehhez szorosan kapcsolódott valóban az a találkozás, ami én azt gondolom, mindenkinek érdemes egy-egy alkalommal az élete során, jobb az, hogyha egy évben akár többször is persze beiktatni, hiszen azok az emberek, azok a főleg ápolók és gondozók, tehát akik ott dolgoznak, azokkal a fiatalokkal, gyermekekkel és idősebbekkel, fogyatékos alapellátásban, de hát ez igaz a szakellátásra is, azok a szívüket teszik oda. És a műsorban benne is volt mindez. És ezt köszönöm is polgármester úrnak is, utólag is, hogy kérem, hogy adjad is át nekik köszönetemet, hiszen mindazok a hozzátartozók, szülők, akiknek hozzátartozójuk sérült, így is nagy a fájdalmuk, így is nagy a szenvedésük, és hogyha egy-egy ilyen ellátás mégiscsak tud segíteni nekik, mégiscsak enyhíteni tudja ezt a nehéz élethelyzetet, akkor már megérte fenntartani mindenféle küzdelmen keresztül is, legyen az anyagi, vagy pedig hát más természetű küzdelmeken keresztül is. És éppen ezért javasoltam és kérem is polgármester úrtól is, hogy a Dunaújvárosi alap, illetve szakellátásban dolgozó olyan munkatársakat, akik meghatározóak, ismerik a terepet, gyakorlati tapasztalatuk van, azokat az életpálya munkacsoportban, ami ugye most alakul, és aminek különböző, mondhatom így, hogy almunkacsoportja is lesznek, azokban bátran javasoljatok és küldjetek is szakembereket, hiszen arra van szükség, hogy azok, akik a terepen vannak, a mindennapi tapasztalatukat építsék be abba a szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti alap és szakellátás rendszerébe, amit hát meg szeretnénk álmodni a jövőben. És ez azért is fontos, és azért is szükségesnek tartom, mert Andi nővérnek a felvetése, miszerint a jelenlegi kapacitás szabályozás is érinti az újonnan elkészített épület részt, ez nem azért indult el, és nem azért vezettük be, mert vannak nagyszerű és nagyon jó gondozók, ápolók és szakterületek, hanem sajnos azért kellett bevezetni, mert a 3-4 évvel ezelőtt azzal kellett szembesülnünk, hogy sajnos voltak olyanok, akik csak azért indítottak el valamilyen ellátást, mert abból viszonylag elég jó pénzeket lehetett leszívni az állam, az önkormányzatok rendszerében, és sajnos azt is kell mondanom, hogy voltak olyanok, akik úgymond álegyházakat alapítottak, bizniszegyházakat alapítottak, pontosan azért, hogy abból az egyházi kiegészítő normatívából még több pénzhez juthassanak, támogatáshoz juthassanak. És e tekintetben én szeretném megnyugtatni a nővéreket, hogyha a kormány megbízott úr segítségével
egy jól megfogalmazott kérés érkezik miniszter úrhoz, illetve hozzám, Balogh Zoltán miniszter úrhoz, ami pontosan ezt a kapacitás bővítést célozza, akkor én biztos vagyok benne, hogy értő fülekre talál. Mondhatom, ha szabad így, ebben a körben második János Pálnak a szavaival, hogy ne féljetek. Mert meg lesz a minden szempontból a támogatás. Én csak köszönetet szeretném mondani mindazoknak, akik itt Adonyban elindították ezt az idős otthoni ápolást. Nővéreknek is, akik hát sok ezer kilométerre hazájuktól egy teljesen új hazába vállalják az idős embereknek, rászorultaknak a gondozását. Fantasztikus nagy dolog, és tényleg az Isten áldja meg önöket ezért a tevékenységért, hiszen mindenki tudja, hogy önök ezt szeretetből csinálják, de hát akkor is azért, ahogy láttam a szemeiken, a honvágy az nagy úr. És aki csak 3 évente kap eltávozási lehetőséget, hát az a katonaságnál nem bírta ki, mert csinálom a katonát, tehát tudom, hogy mit jelent néhány hét is, nem hogy 3 év. Hát ezt külön köszönöm önöknek, és hát remélem, hogy amikor az eltávozás, a szabadság megtörténik, utána visszajönnek ide Adonyba, és folytatják a munkájukat. És azoknak is köszönöm, akik pedig elindították ezt az ellátást. Akár annak a papbácsinak, aki elkezdte, akár pedig munkatársainak, hiszen egy egyházközség, hogyha mögötte van, hogyha egy település vezetése mögötte van egy ilyen elképzelésnek, akkor abból tényleg ilyen kis csoda valósul meg. És valóban, hogyha valaki megnézi bárhonnan Európából ezt az otthont, az eredetit is, és most ezt a bővülőt is, mindenki azt mondhatja, hogy le a kalappal. Hát azt nem mondom, hogy le a kalappal, mert ez furcsa lenne, de mindenképpen a sikerét mutatja, és köszönettel tartozom mindannyiunknak, Anni nővérnek is, polgármester úrnak, és mindenkinek, aki részt vett ennek az otthonnak a megteremtésében. És hát befejezésül pedig én Galambost Énes kormány megbízott urat arra kérem, bárhova is sodorja a következő hetekben, hónapokban, illetve években is az élet, a szociális és gyermekjólét és gyermekvédelmi terület, az sokszor sokáig a magyar gondolkodásban mostoha gyerek volt. És én azt tapasztalom, hogy hála Istennek a média segítségével, önök segítségével is, és sok-sok ember segítségével, akik az áldozatos munkájukat végzik, egyre inkább ismerté válik. Mindamellett pedig azért is ismerté kell, hogy váljon, mert nagyon nagy a szükség. Fogyatékos ellátás területén, hajléktalan ellátás területén, gyermekek érdekében, és hát az idős ellátás területében. És én arra kérem kormány megbízottat, hogy urat, hogy a következő munkájában, márhol is lesz az, ezt figyelemmel kíséri ezt a területet, és itt akár a megyében, akár a járásban, de akár ebben a két településben, Dunaújvároson is, és itt Adonyban is segítse ezt a munkát. Köszönöm szépen, hogy itt lehetek, és Istenem. Köszönöm, hogy itt.